Még tehet rá ilyen gyulladósokat. Nem, elég. Azt mondod? Igen. Mondjuk most szél se éri nagyon, meg szél sincs annyira nagy, mint tegnap. Hát, hát ki a végét. Mondjuk ide azért nem biztos, hogy be fog érni. Igen. Igen. Szerű. Az egy kicsit olyan, ugye benne van az az anyag, amivel össze van tömörítő, ez meg szerintem csak simán. Ez sima faszén. Igen. Igen, ebben semmi extra nincs. Azt nem lehet lehajtani addig? Le lehet, csak ha lehajtod, kevesebb levegő éri, és akkor, és akkor nehezebben gyullad meg. Tehát amíg el nem kezd így izzani, addig nem érdemes. Viszonylag hamar begyúlt. Ja. És mint hogyha... Hát igen, szerintem ez a fajta faszén lehet, sokkal jobban is ég. Vagy jobban gyúlod is be. Hát igen, ugye... ott a környéke már látszik, hogy olyan fehéres, ami már az ízás jelzi. Nem áll, olyan gyorsan. Nem teszel még be egy kockát nem, valahova? Nem, elég ennyi. Ha. Na, igazából ez a három is sok, mert kettő is, vagy sőt egy is elég. Csak az, hogy több helyen nem, mert majd ez el fog terjedni. Aha. Sőt, főleg, hogyha majd le csukom. Na, most milyen egyből olyan, tehát normálisabban, egyből normálisabban ég, mint az előző, az a briketszerű. És nem füstöl annyira, mint az előző, a briket. Igen. Meg be is gyulladt. Hát tudod, hogy azt le kellett locsolni, meg minden, hogy igen. Nem akart begyulladni sehogyan. Az borzasztó lassan kezdett, igen, begyulladni. Hát az szinte azonnal. Igen. Elég volt csak fölé rakni, és már látszik is, hogy izé. Műanyag flakont nem lehet belerakni? Csak viccelt. Túl drága volt ahhoz, hogy nem flakonok kerüljenek bele. Ja. Most ez csak egyébként ez. Most ezt teljesen nyitottak. Csak ja. A izét mutatja, hogy mennyi, milyen a hőmérséklet itt a kupolában. Igen. De amúgy vannak ilyen hőmérők, már van egyébként azt is. A 175 fok, igen. Igaz? Aha. Tehát azért mondom, hogy itt nem lehet pontos hőmérsékletet beállítani, mert nincsen beskálálva. Hát igen. Látod? Szerintem maximum izé járja. Tehát azért kell a rácshőmérő, hogy pontosan lássa az ember, igen. Hogy mennyi. Mert itt ugye a Fahrenheit, tehát nagyjából, de a Celsius nem lehet belőni pontosan. Igen. Tehát na jó, van, most megnézzük, hogy 200... Hát el lehetne számítgatni, hogy izé, hogy 180 fok hány Fahrenheitnél van. Na, mindegy, a 150 fok be van állítva. Igen. Oké. Akkor ne is 200 legyen a lehetne ez egy ilyen izéjén, tőle ilyen beáll, ilyen csavaró. A 150 legyen a beállítva. Így van, az legyen, igen. Ne a 200, mert a barbecue az maximum 150 fokon mehet. Aha. Tehát 150 fok fölött már 150-250 között az már inkább a grillezés. Hmm. De itt látszik is a skáláján, hogy ez már narancssárga. Igen. Hát szerintem az, hogy 150 meg maximum egy kis vonás, az kész. Tehát az a 180 lehet ott kb. Ja. Mert ez 200, ez mennyi az? Nem baj, 50. Állítsuk be a 150-et. Most ez az van. Legyen a lényeg, hogy a 150-nel működik-e. Látod, azért mondom, hogy még nyugodtan adhatsz levegőt, még azért lesz, akkor az hogy hadd égjen. 2, 3, 4, 5, 6. 7 sort adok neki. Úgy. Mert utána meg csak igen, van, csökkent a hőmérséklet. 7 sor lesz. És ne, csak 2-es ne, lesz? Ne, hogy az maradjon 1-es. Nem megy feljebb szerintem. Most valamiért nem megy feljebb. Fog menni. Gondolod? Aha. Itt be is lehet nézni, hogy mennyire faszál. És szinte nem is volt nagyon kevés füstje volt, tehát éppen hogy csak. Igen, az elején. Igen. És az is lehet, hogy attól a gyújtós kockától, nem magától. Igen. Nem teszel rá egy combot? Csirkerész, egy egész csirkét nem teszel rá. Ez kettesre irányítom. Na azért mert most már, mert úgy látom, hogy csökken. Kezdett megállni. Igen. Kettesre rakom, ott meg 8. Adhatsz egy kicsit, igen, neki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Így van, 8, ott meg 2.
Igen, mert ugye akkor meg kiszeded a faszánat azt a felelősséget. Csak az a baj, hogy tehát ez mindig úgy kell, hogy visszafelé már nem tud menni, mert ha már elérte, hát, nagyon nehezen hűl vissza, tehát mindig az azért kell nézni, hogy inkább legyen kicsi és úgy menjünk föl, mint sem, hogy nagy lesz, és mert utána szerintem már sokkal nehezebben. Hát az nehezebben, igen, de ugye ezzel, de szerintem az inkább jobb, ha egy kicsit hőn tartod, nem? Hőn tartani oké, csak túl ne menjen. Hát igen. De szerintem, hogyha lezárod a füstet meg a levegőt, akkor tudja, hogy akkor tartod egy bizonyos látod, hogy most olyan szépen ott maradt egy, ott maradt, egy bizonyos izé. Vegyük hármasra? Az, hogyha már közelít, akkor igen, igen. Szerintem úgy, meg azt a levegőt is adhatsz egy kicsit az többet. Az már 8-ason van, na jó, legyen 10. Legyen 10. Na, ez nem az jó. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Okay. Most 10 és 3-as. Első beállítás. A felső 3-ason. Felső 3-as. Alsó 10. 10 pont. Jó. És akkor... mintha most nem tudom, hogy... Stagnálna. Melegszik ez, csak nem olyan mértékben. Nagy mértékben. Igen, igen. Nem olyan nagy mértékben melegszik. Ezt ilyen meleg lehet oda bent, hogy 100-valány fok. Igen, túl. Jó. Hát itt érződik igen, a tetején. Igen, a kupola, mert ugye a felfelő gőz de lehet, hogy jobban. De itt az oldalán abszolút sem. Hát semmi. Tehát ide lehet tenni a kezünket úgy, hogy melegíteni. Ne égeti meg. Hát a másiknál igen. Nem mertem volna megfogni az oldalát. Ja. De ennek is volt teteje, csak ugye nem lehet, hogy... Szép lassan látszik. Hát lassan, igen. Szép lassan megy föl. De kell is, hogy mert most ugye akkor csak égjen már az a mennyiség, amit ugye beletettél. Igen. Nem, hát, hogy hívják? Most akarja el az mutató izét, a 130-ast. Igen, tehát... Igen. Majd szerintem 150-nél lehet egy kicsit lejjebb venni, de... De a 150-nél nem is akarom, hogy nagyobb legyen. Tehát a 150-nél lemegy az egyesre, és ott négy csíkra. Ja. Igen, így ez faszául megy a izénél, igen. És akkor ide beírom, hogy ez megy... Mit tudom, 150 fokig. Majd itt tényleg most melegszik egy kicsit, de legalább elég az izé faszén. És az a lényeg, hogy ne menjen túl. Igen. Tehát 150, ha eléri, akkor le fogom venni ezt egyesre, azt meg négyesre. Igen, igen. De azért nagyon jó lehet vele szabályozni, nézd, alig megy vissza. Tehát kicsit nehezebben megy igen, fölfele. Ahhoz képest, hogy faszenes, tehát azért mondják azt, hogy kétféle, hogy hívják, ott ajánlanak a kezdőknek. Kétféle grillt, amin hőt kell szabályozni. Na. Az egyik ez a kamadó, a másik meg a szekrény smoker. Ja. De ott viszont grillezni nem lehet. Az füstölős. Az csak füstölős. Na. Aha, szépen kúszik felfele, de nagyon lassan. Igen, de ez pont jó. Uh-huh. Lehet, hogy ott olyan hőnél, hogy vissza, nem is baj, ha visszavesz. Hú, de ilyen gyorsan tud melegedni? Nagyon. Azért. Nagyon gyorsan. Jó, és akkor ez mindjárt eléri a 150 fokot. És úgy kell, hogy 150-nél ne legyen nagy. Tehát azt tartani kell a 150. Igen, igen. Tehát majd mindig picivel vissza kell majd venni. Hőmérsékletet, hogy ne menjen túl. Ja. Semmi füstje nincs, ez tökéletes igen. Ez a faszék. Igen, ez tényleg az. Nem is szabad olyan szar brikettet berakni, mert az ebben szarra. Nem, ebben igen. A fajtában nem. Ebben nem. De hát gondolom nem nagyon akarod elővenni a másikat ezek után. Nem, az nem. Hát azt én már nem. Nem visszük el túrára, de csak a hudók tőle. Van egyébként túra grill. Tényleg? Ja, igen, vannak, hogy reklámozzák ezt a... Nem, itt van, vödrös nekem. Ja. Vödrös. Vödrös, majd mindjárt megmutatom. Acél vödrös? Aha. Hát még sima hadd érje, nem olyan vészes az. De amúgy meg, most egy kicsit, mintha úgy lejjebb hagyott volna, lehet, hogy... Egy nagyon lassan emelkedik, szerintem ezt gyorsan vissza lehet szorítani, én szerintem. Visszaszorítani nem lehet, mert ha már elérte a hőt, akkor a sokáig tartja. Na igen, na de meg, akkor megfékezni pontosabban. Visszaveszem ezt kettesre.
Amaszt meg. Már? Igen, már. Ha hetes, várjál. A négyest mondta. A végén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkor ötösön volt. 7. És itt azt írom, hogy közvetlen. Közvetlen. 150. 150 fok előtt. A felső 2-es. Az alsó az meg 7 pont. Ja, most ami kimarad, tehát ami kilátszik, az igen, a 7. Igen, ami kilátszik, aha, az. Jó, és akkor az a lényeg, hogy ennél... Most úgy látszik, hogy beállt 150. Ez most beállt, és ennél nem szabad. Most nagyon kell nézni azt a szart, hogyha túl lenne. Tehát akkor mindent lezárunk. Akkor, hát nem mindent, mert akkor elalszik, csak ezt leveszünk egyesre, azt meg még kevesebbe. Igen. És akkor ez ilyen lassú. Mert ezen most 7 pont van, az lemehet nyugodtan 3 pontig. Aha. Faszául ott ragadt a 150-esen. Nagyjából. Gondoltad, hogy ezt ilyen faszául lehet szabályozni, nem, egy ilyen faszeneset? Mert még hogyha gázos lehet, leveszi az ember, meg fölveszi. De azért egy faszeneset nem olyan egyszerű. Azt még gondolod, azon sincs hőmérséklet mutató, csak izéből, csak úgy, hogy hívákból. De hát ott csak van. Nálunk nincsen. Ja, nincs, ja nem úgy, hanem már a gázos, nem gáztűzhely, a gázos grilleken. Ja, igen. Az nem forró most már. Itt már igen. Forró. Hát ez jó, ez kézmelegítőnek, igen. Ja. Pedig hát itt kerámia betét van végig. Végig kerámia, most gondold el. Na de jó van, de hát csak kézé hát 150 fok. Folyamatosan. 150 fok, az mégis rajta van a kezünk. Ja. Most úgy látszik, jól beáll. Igen. És stagnál, igen. De gyorsan elérte ezt a hőt. Nagyon hogy... gyorsan, nem volt mennyi, 10 perc? Ha, szerintem 5 perc. És ráadásul úgy, hogy rajta volt már a kupakja, tehát igen, nem is volt fölengedve. Igen. Szerintem egy 5 perc alatt, ha a begyújtás követ, tehát a begyújtás követő, hogy leteszed az ízé, és attól 5 perc. Most ha belenézel, látszik is, hogy visszábbett az ízzás, hogy a levegőt kisebbre lett véve. Igen. Ma valami jól lehet szabályozni, ha tényleg. Nem gondoltam én sem, hogy azért. És most gondold el, grillezni pont 200 fokon fönt, ott meg könnyű be lehet állítani. Egy 200 fokos grillezés, az arra tökéletes most. Pizzára már nem, mert az pizzára az már 300 fok körül kell. 300? Az már a piros zónában van, tehát a pizzát azt majd csak a barbecue meg a meg ugye az a jó, igen, az a jó, hogy szép egyenletesen tartja. Igen. Tehát olyan faszál, hogy nem egyszer bum, lángol, a másik szó meg alig izé parázsli. És ehhez a kell egyrészt az, hogy vastag legyen, amit hát tartja. Meg a minőségi faszén, az is lényeg, hát igen, hogy az sem mindegy, hogy teljesen faszom. Jó, mondjuk nem jó beleszagolni, mert csak izé jön belőle széndioxid, vagy szénmonoxid, vagy szén, tudom hát én. Igen, ki tudja. De azért ez így királyú tartja a 150-et. Nagyon, nagyon frankó. És ezt föl is írtam akkor, hogy felső 2, alsó 7. Igen, azzal szépen fölemelem, azzal az első beállítással, és utána meg azzal megtartom. Igen. Mert és akkor ezzel az első beállításra szép lassan emelkedik, felkúszik, nem igen, brutálisan, hogy ja, ne lehessen utána visszavenni, és itt meg pont be lehet állítani. Most csak nézzük el, hogy nagyon, hogy ne menjen. Most nem megy túl lesz. Nem, abszolút, mint hogyha inkább csak egy picit, mint a lejjebb menne, vagy most talán. De ez az időjárás is biztos beszabályozza, hogy... Hát az nem, mert ugye a belsejében nem hat. Hát nem, de... Csak de mondjuk hamarabb leadja a lehet, hőt. Lehet, hogy most hogy inkább, mint hogyha csökkenne. Egy fíkot adok neki még. Adjál. Olyan fasza lenne, hogy be lehetne állítani 180 fokot. De biztos, hogy nem. 8. Tehát most 8 csík van. Én ide írom. Nézd, azt ne írd, szerintem az, hogy a tartást írd le, de... Amikor csökken egy picit. Ja. Akkor alsót. Picit. Alulról 8 pont. Ja, aztán, hogyha még megint, akkor még adok hozzá pontot. Ja, igen. Ha. Látod, azért kegyetlen pontosan lehet vele szabályozni. Nem, ez nagyon, mert most megint visszament és tartja. Igen. És hogyha visszatenné 10-re,
Most hé, mennyi volt? Alsó 7? A legelső ja, fázisban 10. volt 10, ja, utána felmelegedés. Volt 7, most már alul 8 pont van. De nézd már meg, hogy 10-zel annyira, hogy tényleg annyira növekszik, hogyha most növelem 10-ig. Megpróbáljuk 200-ig nyugodtan lehet. De nem akarom. Ja. De most pont az a lényeg, hogy lehet 200-ig, csak azt akarom, hogy tartsa. Hogy hogyan tudom beállítani a hőmérséklet tartást. Uh-huh. Aztán majd, ha grillezünk, majd beállítjuk a 200 fokot, most ez most nem uh-huh. izé. De igen, mondjuk az a lényeg is, hogy mennyivel tudod tartani. Tehát mi ez a határ? Egy csík, ha már megy le egy picit, egy csíkkal már nagyon jól lehet szabályozni. Igen. Ma a felső marad. A felső mit marad. Mit írtál a felsőre? Így a kettes. Ha marad, akkor a kettes így. Lehet, hogy az alsóval sokkal finomabban tudod szabályozni. Az biztos, de a felsővel is, mert ugye jár a levegő. Igen, igen. Tehát, hogyha most ezért nagyon megnyílik, akkor lehet, hogy azt egyesre kell majd, de most kettesen kell ja. legyen. Nézzük már meg, hogyha most fölveszem hármasra, tehát kinyitom, hogy hova mozdul a mutató? Hát fölfele. De nem biztos. Biztos. Az. Lehet, hogy főleg legjobban hát akkor alszik el, hogyha kevesebb levegőt kap. Ezt nem is szabad eloltani, ezt úgy kell, hogy ezt bezárni, meg azt bezárni. Az szépen kihűl magától. Igen. De nézd meg, látod, azért azzal sem emelkedik fel, hogyha most kinyitottam. Tehát legfőképpen az aljával. Még, de várt ki a végét, hát nem egyből. Na akkor ezt már tehetjük izére? Ez már mi? Lehet nyilvánosra. Ne nyilvánosra. De mi? Hát milyen jó, hogy vissza tudod nézni, amikor hallgatod, hogy magunknak. Most... Hát, tehát... akkor nem nyilvánosra, hanem izére. Nem nyilvánosra. Nem ja, privátra, akkor... de nem nyilvánosra. Jó, na. Ja, hogy izébe megosztható, tehát linkkel megosztható. Linkkel megosztható legyen. Talán most egy picit feljebb ment, hogy kinyitottam a felsőt. Igen, picit én is úgy látom, hogy csak akkor a visszazárom kettesre. Igen. Tehát a kettes, tehát ezzel nagyon jól lehet tartani, hogy kettes, és az alsóval igen. pedig mahinálni. A felső igen. az maradhat kettesen, az úgy teljesen. Igen. Tényleg, igen. Tehát inkább főleg csak az alsóval. Hát, ha megy is, menne is fel egy nagyon picit, csak írtó lassan megy. Tehát ez inkább folyamatosan ez van tartva. De milyen jó, hogy tényleg ilyen könnyen szabályozható. Jó. 150 fok. Ez mennyi? 50. Akkor ami itt 100, vagyis mennyi ez? Ez 200? Igen, annál akkor van az 100. Meg ott 100. Igen, igen. 100, és akkor ami a középső csík, az meg a 175, igaz? Igen, igen, az 25 kb. Ja. Nem 175, 125. Na, 125. Ja, 125, utána 175, 100, igen. igen. Tehát mi lenne, hogyha most azt mondanánk, hogy jó, ezt meg tartsuk? Nem jó, sokkal jobb lenne egy olyan hőmérő, amit lehet, hogy rendelek hozzá egy olyat, ami Celsiusban mér. Ott csak Celsiusban. Hát igen, mert a franc sem tudja ezt a Fahrenheitet nézni. Ja. Tehát nem, na, jó, hülye, angol száz. A maghőmérő, ami... Nérvadó, meg a... De akkor azt mi... függetlenül... Aha, olyat se vettél, akkor még? Olyan, azt nem, ilyen hőmérséklet, amit ide de, teszed. Vettem, ja? Vettem. Mi, így bele, ugye megmutatom. Mert most be lehetne tenni, és most megmutatná a különbséget. Mert most... No. Látod, na, itt csak meg. Itt, ahogy hívják. Ó, ez a... És ja, kívülről látod? Persze. Ja, de faszal. Persze, ez kívül, ráadásul olyan, hogy ugye ezt fogom, ezt a... Nézzem, olyan, mint a kilométer óra lenne a bicikli. Ja, még GPS-es. Azok ilyen nagyok. Úgyhogy két szondás. Az egyiket a húsba kell tenni. Igen. A másikat meg... Ja, az egyben akkor maghőmérő is? Igen, ez maghőmérő is egyben. Rácshőmérő és maghőmérő, mutatja mind a kettőt. Hogy hívják? Tehát ezt fogom a izőt. Ide kell így csittetni, látod? Aha. És akkor ez... Mi az a hőmérő? Ez méri a izét, hogy mennyi van a rács. Tegyük csak benne? Ja, nincs benne elem. Nincs benne elem. Csak mutatom, hogy ezt rá kell nézni arra. Marad, igen. Jó. A másik persze. pedig, ezt pedig bele kell szúrni a húsba. Ugye az a maghőmérő, igen. Ez meg a maghőmérő, és az pedig lesz a kettes szonda. És akkor... Ja, értem, egy power jeladóssal. Igen, igen, és tehát egy... az olyan, hogy
két szondás, ez a húsba megy, és akkor ezt úgy kell csinálni, hogy ezt. Rácsol együtt. Leveszem a rácsot. Így van, igen. De csak, szemléltetésű, hogy mind a kettő benne van. Igen. Ezt meg akár, mikor szúrod bele, az jó van, felemeled. Aha. És ugye ez pedig ugye nem muszáj, hogy itt legyen, mert küldi a jelet hozzá, hanem tarját is nagyon jó tehet meg. Tarja az jó grillezni is, meg barbecue-zni is. Hogyha barbecue-ba van, akkor egybe kell lenni a tarjának, a grillezve, akkor meg szeletelve. Aha. Jó, hogy szeletelve? Most talán egy picit feljebb ment, de feljebb, nem faszus, olyan vészes, hát még nem látszik ki a 150-es izé. Akkor mit is mondtuk, hogy... 2, 3, 4, 5, 6-ra vettem a izét, az alsó részét. De ez már rá, nem sokat, csak még nem hagyta el tulajdonképpen az izét. Szóval azért időnként csak oda kell nézni. Igen, ha nincsen a jel, ami izé, amit tulajdonképpen mutassa. Azért kéne még majd most megcsinálni, hogy minél hamarabb tudjuk a különbséget, hogy 150-nél ugye hány fokot mutat a rács. Most 2-t visszavettem. Jó, az maradt 2-esen, az alsóval viszont elég jól lehet szabályozni. És ugye most, azt mondja, hogy túllépte, 2-ös pont alulról, 2 pötty vissza. Mm-hmm. És most nézzük, hogy mit fog okozni. Hát szerintem azért stabilatú. Jó, egy kicsit emelkedett, de stabilatú van azért. Most az a lényeg, hogy most egy picit vissza kell, hogy essen. Igen, igen. Hát, ha nem is visszaesik, ahogy mondott, nem esik vissza, csak ott marad. Vissza kell esnie, mert visszavettem, csak lassabban megy vissza, sokkal, mint hogy emelkedik. Na igen. Na, azt mondja, hogy beefet mutat, most tök mindegy, mit mutat. Most mindegy. Az a lényeg, hogy a rácshőmérséklet mi. Igen. Tehát ez a... Melyik Celsius fokot mutat? Celsius. Az még az hogy 76? Hát semmi, ez a beállított érték. Ja, az a beállított érték. Tehát ezt kell nézni, ami itt van a vizébe. Beef burger. Szerintem azt hajtsd fel, hogy hozzáférjek már. Már azt tartva gondoltam, hogy ölő. Akkor átrakom el ide. Ha? Ugye fölé rakom közvetlenül. Azt próbáltad azt, hogy ez esetleg ki? Ez a izés. Ezt rakom be csak, ahogy hívják. Persze, hát most maghőmérő nem kell. Hogy hívják, ott a... Hú, basszus, a téli sokáért haza kellett menni, vagy szörni. Hát elhiszem. Told be, ja úgy. Így, így. Jó, és akkor ez... És akkor a kérdés, hogy mutat-e valamit, vagy nem. Onra állította. Ja, azt is onra. Ezt onra. Ha már is mutatja. Na. Nem is kell szálltenni. 25 Celsius fok. Hát megy az feljebb, majd gondolom. Szerintem is. Ja, hát ugye még hideg az acél egy kicsit. Igen. Hadd lógjon, így szemben mutat. Így. És akkor ezt... 36. 36. A második szondát azt nem raktam be. Az nem kell, hát az, az makrőmér. Egy kicsit nyitsz a izén? Mind. A talácson talul. Ki van már nyitva? Teljesen? Hát, nem teljesen, de akkor kinyitom teljesen, úgyhogy még a lyukak se látszódjanak. Kevés már a faszén, azt azért csinálja. Hadd égjen el már mindegy, akkor mindegy. Most van 100 fok itt. Ezen 100 fok mutat. Majd nézzük, hogy ott mennyire. Hát emelkedik. Kell neki idő, ha folyamatosan emelkedik. Igen, ja. Ez zavar, hogy Fahrenheit is számolgatni kell, hogy mennyi. Igen, meg belül van az akkor, hogyha mit tudom én. 75 fokot mutat most, de még egy följebb szerint. Megy, folyamatosan megy följebb, igen. Igen. Már nézem, 77 fokot mutat. 79, az még önöz. Ott 100. De megy fejében 80. Igen. Ez meg a
próbe. Az a második szonda, de azt igen. nem tudtam be. De hál' Istennek ez már jelzi a Celsius, hát hál' Istennek meg is őrülnék, hogyha ez csak... Ez a Fahrenheit, ez borzasztó. És ráadásul a komolyabb barbecue-s oldalak azok Fahrenheitbe írják, megőrülök az ilyentől. De mi a... most csak emelkedik akkor végig, de már ott is, hogy most így kirányítottál. Hallod ilyen szar időt? Nagyon szar, ráadásul pont húsvétkor. Ja. Nem baj, de legalább ez csak akkor már legalább kapjon eléges őt ez a szar. De pont árnyékol, igen. Nem fog, mert eményben esik a túlgaldalról. De faszom, alig kap valamit. Na, már 92-t mutat, 93. Na tedd le oda, hogy én is lássam. Jó. Így, igaz. Úgy, nem muszáj rátenni, fektetve ja. is ráteheted. Így? Aha. 96 már. Hát azt hiszem így. Na, jó, akkor így nem esik le esetleg. Már úgy ért, hogy... Hogy? Nem, állítva, ja, szinte teljesen, állítva. Úgy. 98. Aha. Na, királyság. Mondjuk lehet, hogy bevariál, nem variál. Most szerinted az arácsnak a hőmérséklete lehet? Az arács hőmérséklete. Hát de az is 100-at mutat. Igen, és 100. Azért mondom, hogy akkora jó, hogyha az valamivel többet mutat, mint ez. Mm-hmm. Úgyhogy majd szerintem még kell egy kis idő neki, amíg beáll. Ja. De legalább... Ja, tényleg többet fog mutatni szerintem is, mert ugye ez a kupola hőmérséklete. Igen, és a rács az közelebb van a faszénhez. Igen. Úgyhogy majd, hogy kíváncsi leszek, mennyit fog mutatni. Már túl lőtt ezen. Ja, most minden fúra ki van nyitva. Hát, ha jobban izé... A fúra ki van nyitva minden. Ha. Igen, mert már nem sok... Faszén van. Vagy a szélén van néhány, de a középsők eltűntek, úgyhogy... Úgyhogy... 106. Kíváncsi vagyok, hol áll meg. Ja. Hogy mennyi a... Ezé. Na nézd, már azt hittem visszament, de meg nem, ugye, nem feljem még. Az is érdekes, hogyha benne lenne az a kő, akkor nyilván... Lejjebb menne. Lent, akkor sokkal közelebb értéket fog mutatni ezzel. Igen. Kedves nézőink, látják a különbséget? A 111 és az még kb. 100-nál van. Mérőt venni, mert az a, akkor a rácshoz közeli hőmérséket is mutatja. Igen, de mondjuk, igen. Ja. A grillezésnél annyira nincs jelentősége, ott az a lényeg, hogy a 250-et ne haladja meg, de ebbe a tartományba lehet, tehát igazából ott a rács hőmérő annyira nem számít. Mm. De, ja. De inkább csak a maghőmérséklet. Akkor is zavar, hogy Fahrenheitet mutattak. Nekint keresek a neten olyat, ami hogy hívják. Azt gondolsz, képes ennél kicserélni? Képes. Én képes ennél kicserélni. El akkor már legyen faszább. Hát igen. De mi és milyen hülyeség, hogy hát miért azért kell? Azért van ez, mert Amerikában terjedt el ez az egész barbecue is. Csak hát attól még nem értem, hogy a hőmérsékletnek miért kell átterjedni. Hát pontosan. Mert attól még mi nekünk nem muszáj Fahrenheitet használni. Mert az nyilván annyit hűl, amíg fölé rajzé a levegő. Ja, igen. Hát már azt mutatja, hogy ugye nincs folyamatos utánpótlása, már annyira, hogy a kupola is tartsa azt a 150-et. Igen. Hát az elején volt, amikor még ugye a sok ég faszén ott volt. Igen. Azért, igen, az a máskor úgy, hogy helyezd el, hogy szélen, három szélen, hát, és akkor... Hát legalábbis nem is szélre, hanem elosztva úgy, igen, a három. Egyenletesen a széléhez közelebb, uh-huh. de ne teljesen a falához, hanem feljebb. Igen. Nem is nagyon akar feljebb menni a faszén már, szerintem. Nem is fog, már most már lefele fog hűlni. Jó, az még mindig emelkedik. Már 121-nél van. Hát igen, de ugye a kupolánál ne felejtsd el, hogy nyitva van az. Igen, azt. Ez a külső hőmérséklet, de ugye amikor elalszik. Egyesre. Rögnék, mert csak felmennék 200 körül. Jó, hát nem fog már. Ez a grillezésnél, nem a grillezésnél lesz jó? Nem, a barbecue-nál lesz jó. De miért? Mert a grillezésnél nincsen fix, tehát ott... Ja, nem, azért csak ott tudjuk, hogy ott igen, tehát akkor mennyi azon a grill, mert ott ugye egyenletes kell ugye a barbecue-nál. A barbecue-nál egyet, tehát ott igen. kell, hogy folyamatosan tartsuk a hőmérsékletet. Igen. A grillnél annyira nem lényeg, tehát ott, hogyha egy 200 fok körüli hőmérsékletet
tudunk tartani, az teljesen jó. Ja. És nem mindegy, de a barbecue-nál nem mindegy. Tehát ott inkább az, hogy magasabbra nem mehet. Alacsonyabbra igen. Még igen, de magasabbra nem mehet. Az brutál, akkor mennyi lehet a tűztérben, hogyha a kő felett is mondjuk 200 fok van? Nem tudom. De brutális, nem? És ugye a pizza is hasonlóképpen működik, mert az is egy kő, tehát az is felfogja azért. De jó, akkor nem kell deflektor. Rá, hanem közvetlenül a kövön van a pizza. Aha. De nem lehet, a deflektoron nem lehet sütni, nem? Azt hát ilyeség. Elméletileg ott is lehet, csak az már hódzsuva lesz. Ja, és mert akkor mindig égni fog. Minden, meg mit tudom én, tehát jó, rá fogok tenni alufóliát, hogy ne legyen olyan dzsugás, de attól függetlenül azért csak... Tényleg igen, azért a barbecue az a deflektor rendesen elszennyezi, nem? Azt teljesen, azt láttam igen. Olyan videókat, hogy már hót ilyen mindenféle izé van rajta, ilyen fekete, ilyen hót rücskös izé. Tényleg, úristen. Az valami teljesen, hát nyilván nem, ilyen elején még nekik is ilyen szép állapotban volt, ja. De utána már ezért lett teljesen az övéké is. Na most kezd már olyan 130 fok lenni, 129-nél járunk. És még folyamatosan emelkedik? Hát nem, most meg megállt volna. Tehát direkt sütésnél azért lényegesen magasabb, mint amit a kupola hőmérséklet. De akkor lehet, hogy nem is kell 150 kupola hőmérsékletre állítani, szerinted? Lehet, hogy csak elég a rács közeliért. Hát onnantól, hogyha már van ez, akkor már azt nem is érdekes nézni. Hát igen. A kupola hőmérsékletet. Mert ugye tényleg a kupola az tényleg csak a barbecue-nak. Tehát az egyenletes hőmérséklet kell, nem? Igen. És még akkor sem biztos, hogy ugyanazt fogja mutatni. Hát igen. Azért szoktak izét ilyen maghőmérőt alkalmazni. Ja. Mert az csak egy ilyen... Levegőhőmérséklet. Hát egy ilyen támpont, hogy mennyi ott a kupolába a hőmérséklet. Nyilván, aki úgy csinálja, hogy... A tasztével állítom a izét, ugye? Hogy beef helyett, mit tudom én, mi a médium? Medium rate. Ja, igen, ugye, hogy milyen szintűre akarok csinálni. Ja, igen. Van vagy ötféle. Well, a 76 Celsius. Well az a teljesen átsűr. Igen. De ugye sokan a marhát véresen szeretik. Ja. A rare az már véres. És a lamb az mit jelent? Lamb az bárány. Ja. Lamb van, veal. 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 Az nem tudom mi a frács. A húsba. Ham. Ennyi van, gondolom a ham. Sonka. Ja igen, sonka, igen. Pork az a sertés, igen. De majd, hogyha izét csinálunk. Turki, vagy törki. Törki, az a fújka. Ja. Chicken, gondolom a csirke. Az a csirke. Fish a hal. Mi ez a prog? Melyik? Ja, meg lehet, hogy... Az a szonda. Ja, igen. Azt én állítom be, hogy igen, az, és akkor kezdődik a beef-fel. Ja, itt meg az időzítés, timer. Majd úgy kell csinálni, hogyha majd tarját csinálunk. Hát először szerintem grillezzünk, azon szelet húsokat, az gyorsabban megvan. Igen. De majd csináljunk izét is, pulled pork szendvicset. Az a tépet. Feszített, ja, tépet. Amikor a tarját egészben kell megbarbecuezni, uh-huh. És szét kell szafatokra. Okay. Nincs már benne sok faszén szerintem. Uh-huh. Látod, már csak a szélén van az a néhány darab. Azt a igen. Középről meg totál eltűnt az egész. Ja, az teljesen. De ugye tényleg azért látszik, hogy akkor hogy kapargatni kéne. Figyelj, ha azt még szélről bekaparod, azt szerinted begyúlod? Hát, nem tudom. Nagyon nem akarok. Ki is le is kezd lemenni a persze nyilván az izé most, hogy felnyitottad a izé hőmérséget. De majd mindjárt fölmegy. Igen, hát a rács, mert ugye a kupolában levegő van a rács, vagy maga a rács, tehát az nehezebben kerül le. És látjuk is, hogy teljesen megy lefele, sőt nem is akar felfele menni, abszolút. Most lecsuktok pedig. Hát már most megállt a lefele csökkenés. Majd lefele fog egyébként most már. De most, hogy lecsuktad, igen, megy fel újra. Persze az nagyon érzékeny a rács hőmérő, szerintem. Igen.
majd kíváncsi leszek, hogyha ezt a részét, ezt meg a húsba szúrom bele. Maghőmérő.